Hello, hello, sziasztok! Nézzünk bele a kártyákba, elhoztam nektek ezeket a gyönyörű szép kártyákat, méghozzá a Marcettitől, hogy is hívják, hogy Gilde Tarónak hívják, de most én nektek még bekapcsolok itt egy ilyen szép fényt, hogy szépen világítson itt neked minden, így igen. És akkor megnézzük most, mik az ő titkai. Érzitek már a teli holdat? Hát remélem, mert holnap lesz portál, meg teli hold, de most megnézzük, hogy mik az ő titkai. Hogy mik az ő titkai, a tarót hoztam nektek. Azt a... Azok az ő titkaik, hogy ő hisz ebben, hogy szenvedélyesen ez fog közöttetek még tovább menni. A titkai az, hogy ő neked valamit be akar bizonyítani. Ő valamit be akar bizonyítani, amiben hisz, hogy ez valóra válik, mert az égiek is így akarják. Szóval én úgy gondolom, az ő titkai az, hogy ő jobban szenvedett, mint ahogy te el is képzelhetted volna, ezen a visszahúzódott dolgon, és én úgy látom, hogy jobban fel volt ez az ember kavarva, ahogy te gondoltad. Hiába hitt ő abba, hogy ennek van még esélye, meg le lesz tisztázva, meg minden. Ez teljesen ez az ember ki volt, és én úgy látom, hogy úgy érezte magát, hogy ő tehetetlen, és ez a tehetetlen érzés, ez egy nagyon durva érzés, és ebben teljesen biztos vagyok, és ebben teljesen biztos vagyok, meg abban is biztos vagyok, hogy itt van benne valami hét kelyhek, ez azt jelenti, hát a hét kelyhek, hogy nem is tudja, hogy miért vagy hogy, nem tudja elmondani, de ő harcolt, itt valami harcolt, küzdött ő benne, ő magába. Szerintem ő azért hagyta el ezt a helyzetet abban az időben veled kapcsolatosan, mert ez őtet teljesen kikészítette, és úgy érezte, hogy ő neki vissza kell, hogy vonuljon, hogy vissza kell, hogy húzódjon, és tényleg ilyen nagyon nagy transformáció ment ez az ember keresztül. És abban is teljesen biztos vagyok, hogy az akasztott ember játszik itt egy szerepet, és abban is biztos vagyok, hogy itt az ördög. Az ördög azt mondja, hogy valami függőségben lehetett ez az ember, vagy még lehet, hogy benne van ebben a függőségben. És most, hogyha arra koncentrálunk, hogy most hogy alakulnak ezek a dolgok tovább, hát én azt látom az ő titkai, hogy van ott még valaki az oldalán, hogy ez a hármas kapcsolatnak még nincsen vége. Valójában van pedig esély, hogy ezt valójában létrehozza és döntést hozzon, csak nem kellene, hogy így kapaszkodjon a dolgokba. Én úgy látom, hogy most már eljött annak az ideje, hogy ebből a stagnálásból kilépjen, ebből, hogy ő ottan teljesen úgy nem történnek dolgok, hogy ő várja. Hát szerintem beszéltetek ti, csak nehezére esik most ezt a döntést elhozni, ha bár vágyik arra, hogy feléd menjen, igen, biztos vagyok, de még nagyon-nagyon ilyen hiányérzetben van. És most fordul éppen nála a sors kereke, ez a titka, hogy valami sors döntő kerékfordulás volt nála, és én úgy látom itten, hogy valójában letisztulnak a dolgok, mint ahogy látod, hát a kardok királynője, ez te vagy, és ez spontán lehet, hogy kimondod, amit gondoltál, az is lehet, és akkor őnek is nyilatkoznia kell, meg kell, hogy mondja, hogy mi a titka. Hát én úgy látom, elég kis áldozatkának érzi magát ez az ember, ebben is biztos vagyok, és én abban is biztos vagyok, hogy ő már nem egy esélyt veszített el, és ebben is biztos vagyok, és abban is biztos vagyok, hogy a kelyhek apródja az azt jelenti tényleg, hogy hát lesz itten valami változás, meg volt is változás,
és itt a csillag. A csillag az azt szimbolizálja, hogy az univerzum létrehozza tényleg, hogy hát igen, hogy ti itten ebbe a családban ilyen szenvedélyesen, szeretettel teli éljetek, nyugodt életek, erre vágyik, érted? Meg te vagy neki a nagy jője, nézd csak, és teljesen erőt vesz magán, és valamit nagyon beindítottál nála, ez nagyon tele van szenvedéllyel, és na, most hiába volt ilyen határozatlan, ez azt jelenti, hogy nem tudja, hogy milyen úton induljon, de látod, a fény vezeti őt, a fény fogja őt vezetni, biztos vagyok benne, és tudjátok, hogy a teli hold is egy mágikus energiája van a mágus jöttbe, és akkor is tudtok manifestálni, részt vehettek, szóval én bevezlek titeket nagyon szívesen, mert portál meg teli hold lesz, nagyon szívesen befogadlak benneteket. Csak jelentkezzetek, és én azt látom itten valójában, hogy itt ez a lélektárs kapcsolat, itt van tényleg ez a kejhek király, és gyorsabban fog ez alakulni, mint ahogy gondoltad. Egyensúlyba lép itt minden, ebben biztos vagyok, és abban is, hogy az ásza itt van, az az ásza, hogy a kejhek ásza az azt jelenti, hogy az érmék királynője, te leszel a győztes, és én azt gondolom, hogy hát azt gondolom valójában, hogy itt a világ előtted áll, és jóvá fog minden szerintem alakulni, és én azt látom, hogy ez az ő titka az, hogy ő már nagyon régen szerelmes beléd, hogy te vagy neki a kejhek király, ez a titka. Szóval ezt neked lehet, hogy el se fogadta, be se vallotta, ki se mondta, az mind meg lehet, meg ezt el is hiszem, de hogy ő arra vágyik, hogy az angyalok titeket összevezessenek. Na hát, ez ám igen. Ha megtaláltad magad, akkor írd be, nagyon szívesen a kommentba, örülök neki, és én nagyon szeretnélek meghívni benneteket a teli hold portál rituálén vagy szertartáson. Hát majd holnap is gyertek fel a videóra. Szeretettel búcsúzok tőletek, legyen csodaszép napotok. Sziasztok! Sziasztok.